Hogy hívják ezt? Érettségi. Sziasztok, én Pandi vagyok, és ahogy a címből is láthattátok, ez a videó a továbbtanulásról fog szólni, valamint az érettségiről, ugyanis egy hét múlva érettségizem, és hogyha esetleg kicsit kevésbé láttatok aktívnak engem a csatornán az elmúlt időszakban, akkor ez emiatt van, ugyanis érettségire készülök. Kértetek is páran, meg szeretném is volna erről beszélni egy kicsit, hogy én hogy éltem meg ezt a pályaválasztás dolgot, mert elég szörnyen éltem meg, és ezért össze is írtam egy kis füzetbe, hogy miről szeretnék ebben a videóban beszélni. Egyrészt a továbbtanulásról és annak az eldöntéséről, hogy mit szeretnék csinálni az életemben, másrészt pedig az érettségire való felkészülésről. Az első pont, vagyis az első állomás, kitalálni, hogy mi az, amit szeretnék csinálni. Nyilván ez a dolog mindenkinél máshogy jön, ugyanis van, aki már kiskora óta tudja, hogy mi szeretne lenni, van, aki gimnázium alatt jön rá, hogy mi szeretne lenni, van, aki viszont egyáltalán nem tudja, hogy mi szeretne lenni, és én is ezek közé tartozom. Én ugyanis tudom magamról, hogy miket szeretek csinálni, és elég sok mindent szeretek csinálni viszont. Egy olyan felsőoktatási intézményt sem találtam, ahol ezt tudnám tanulni, de erről majd kicsit később fogok beszélni. A lényeg az, hogy először is le kell szűkíteni, hogy mik azok a dolgok, amik tényleg érdekelnek titeket, hogy mi az, amit tudjátok, hogy tudnátok csinálni akár egész életetekben. Ezután pedig utána kell néznetek annak, hogy miket kell ahhoz a szakmához megtanulni, hogy milyen egyetemek léteznek egyáltalán, hogy melyikek jobbak, melyikek rosszabbak bizonyos szempontokból, tehát itt eléggé mérlegelni kell a lehetőségeket. De ez annyira nem nehéz, mert a felvi.hu-n tulajdonképpen mindent megtaláltok, amit tudni szeretnétek. Az egyetemeknek a honlapja is egyébként eléggé segítőkész általában, tehát ott is megtaláltok minden követelményt, minden szaknak a leírását, akár órarendeket is, galéria van, csináló akármi, úgyhogy a második pont az tulajdonképpen ez is, ezt írtam fel, hogy egyetem vagy fősúli keresése. De igen. Nos, nekem az volt a tapasztalatom ezzel, hogy nagyon-nagyon sok elvárásom volt, és egyszerűen nem találtam olyan helyet, amire mindig illett volna nyilván, hogy élvezzem, hogy legyen mellette elég időm, hogy legyen lehetőség Erasmus programra, hogy jó helyen legyen, hogy ne legyen nehéz bejutni, hogy olyan diplomát kapjak azzal, amiből aztán meg tudok élni. Szóval a legtöbb dolog az olyan volt, hogy így együtt nincsen egyetlen olyan egyetem sem vagy főiskola, ahol ezek megtalálhatóak. Legalábbis én nem találtam, legalább 20 000-szer végignéztem az összes honlapot, a felvit is, és mindegyik egyetemnél volt valami, amiről azt mondtam, hogy hát ez annyira nem tetszik, úgyhogy ez így kiesett. És a végén az összes egyetem kiesett tulajdonképpen, és akkor jöttem rá, hogy túl magasak az elvárásaim. Persze ezt mindenki mondta, de egyszerűen nem tudtam azokból az elvárásokból lejjebb adni. És itt elkezdtünk el a harmadik ponthoz, méghozzá a hozzáálláshoz, ami nekem a lehető legrosszabb volt. Ezen azt kell érteni, hogy iszonyú magasak voltak az elvárásaim, én is magamtól nagyon sok mindent szoktam elvárni, lehet, hogy ilyen szempontból maximalista is vagyok, de egyszerűen képtelen voltam elfogadni, hogy ne azt az életet éljem, amit én megterveztem magamnak, amiből benne van a suli, a nyelvek, az utazás, a videózás, a szabadidő, tervezés, barátok, az, hogy elköltözzek itthonról, szóval nagyon-nagyon sok minden, ami egyszerűen irreális. Úgyhogy az volt az első gond, hogy túl komolyan vettem magamat és az egész továbbtanulásról való elképzelést, mert mindenáron valóra akartam váltani ezeket a nagy álmaimat, hogy igen, én jövőre ezt az életet akarom élni, meg tényleg azt gondoltam, hogy most fogom eldönteni, hogy az egész életem hogy fog kinézni, és aztán rádöbbentem, hogy nem, egyszerűen nem, és mások is mondták, hogy nyilván nem. Nem ez fogja eldönteni azt, hogy mit fogok egész életemben csinálni, még annyi minden történhet, és még annyi minden változhat, csak egyszerűen képtelen voltam elengedni a dolgokat és hagyni, hogy menjenek maguktól, mindent én akarok irányítani, és mindent én akarok megtervezni, és persze nyilván emiatt egy olyan állapotba kerültem, hogy állandóan ezen kattogtam, állandóan bizonytalan voltam magamban, és ez az időszak egyébként kb. Ilyen január környékétől kezdődött, és nem is tudom, hogy meddig tartott, de most már vége, most már sikerült ezeket a dolgokat elengednem, úgyhogy nektek is nagyon tudom tanácsolni, hogy ne görcsöljetek túlságosan az egészre, ne legyenek rémképek a fejetekben, hogy így fog alakulni az életetek, vagy úgy fog alakulni az életetek, hogyha elindultok valamelyik úton. Hagyjátok, hogy ne csak ti irányítsátok az életeteket, hanem a dolgok csak úgy történnek amúgy is. És hogy szűkítsétek le
azt a kört, ami érdekel titeket, nem lehet egyszerre mindent csinálni. Találjatok egy olyan iskolát, ami tetszik nektek, akár Magyarországon, akár külföldön. Nézzetek alaposan utána a követelményeknek, és aztán pedig vágjatok bele az érettségbe. És akkor térjünk rá arra, hogy hogyan készülök én az érettségire. Nos, kezdjük a matekkal, mert a matek volt az, amitől a legjobban féltem még korábban. Viszont szerencsére nagyon-nagyon jó matek tanárunk van, aki rendesen fel tudott minket készíteni az érettségére, vagyis hát még nem érettségiztem le, de szerintem jól fog menni, ugyanis minden egyes héten meg kellett csinálni valamelyik korábbi matek érettségit. A matek érettségik, meg egyébként az összes érettségi fenn van az oktatási hivatalnak az oldalán, csak mérjétek, hogy mit tudom én, 2011 matek érettségi, és egyébként minden évben kettő, sőt, három érettségi van. Van egy májusi mat-magyar, ami azt jelenti, hogy aki mondjuk, nem tudom, külföldi, és magyarul, mint idegen nyelv, tehát akinek nem a magyar az anyanyelve, hanem mint idegen nyelv szeretne érettségizni, annak van egy külön feladatsor, valamint van egy októberi feladatsor, tehát évente három matematika érettségi van legalább, úgyhogy igazából bőven lehet válogatni, és bőven van mit megoldani, úgyhogy csak gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Igazából ennyi a titka, és a megoldások is fenn vannak, ami nagyon fontos, hogy ellenőrizzétek le saját magatokat, tehát hogyha megoldatok egy feladatot, akkor nézzétek meg, hogy a megoldásban is úgy van-e, és hogy jól csináltatok-e, vagy hogyha nem tudtok megoldani egy feladatot, akkor ott meg tudjátok nézni, hogy hogy kell megcsinálni. Még egy oldal, a Studium Generale oldala, ahol szintén nagyon sok matematika feladat van érettségi témakörök szerint, ott is fenn vannak a megoldások, csak beírjátok, hogy Studium Generale matematika, és kiadja egyből, úgyhogy ma a matek arra azt mondanám, hogy csak gyakorlás és ismétlés. Amit még mindig nem szabad elfelejteni, hogy függvénytáblázatot lehet használni az érettségén, amiben nagyon sok képlet és nagyon sok segítség benne van, úgyhogy érdemes jól megismerni, hogy mi hol van, mi van benne, mi nincs benne. Szerintem a legtöbb dolog egyébként benne van, ami kell az érettségihez, de hogyha nem tudjátok, hogy hol találjátok meg azt, vagy nem tudjátok, hogy egyáltalán benne van-e, akkor nem sokra fogtok belejutni az érettségén, szóval lapozgassátok. Töri, hát igen. Egyrészt tudni kell, hogy mik azok a témakörök, amit középszinten, és mik azok a témakörök, amit emelt szinten kérdez a történelem érettségi. Minden évben kiadnak egy történelem érettségi témavázlatok című könyvet, ami így néz ki. Van középszinten is, és emelt szinten is, ez 2500 forint volt, és rá van írva, hogy a 2017-től érvényes érettségi követelmények szerint, mert elvileg mostantól mások az érettségi követelmények, tehát ebben minden benne van, ami egy sikeres történelem érettségihez szükséges. Benne vannak külön a témakörök lebontva, vannak ilyen táblázatok benne, úgyhogy igazából csak annyit kell tennetek, hogy átolvassátok, kiemelitek, és megtanuljátok. Szerintem ennél többet nem nagyon lehet tenni a történelemmel kapcsolatban. Ugye, mert a történelem érettségiben van esszé is, ami fontos, hogy tudjatok jól esszét írni, ennek vannak külön szabályai, és forrásokat is lehet ahhoz használni, úgyhogy ennek mindenképpen nézzetek utána, hogy mik azok a pontok, amik egy esszéhez kellenek, tehát hogy mik legyenek benne, például tér és idő meghatározása, ugye források használata, következmények levonása. Tehát, hogyha max pontszámos esszét akartok írni, akkor érdemes gyakorolni az esszéírást. A Turinnél sem szabad elfelejteni, hogy az atlaszt lehet használni középszinten, aminek a végén benne van a kronológia nagyon sok évszámmal, szóval a legtöbb évszámmal. Igazából az évszámok azok annyira nem nehezek, meg nem annyira kell őket bemagolni, mert ott vannak. Valamint a térképek is nagyon hasznosak, de csak akkor, hogyha tudjátok, hogy mit hol keressetek és hogy hogy kell használni. A magyar érettségi, őszinte leszek, én még nem kezdtem el készülni a magyar érettségire, az ugyebár egy szövegértésből áll, egy fogalmazásírásból és egy műelemzésből, ez vagy verselemzés, versőhasonlítás, vagy pedig egy novellelemzés, ami próba érettségit megértem, az elég jó lett, úgyhogy emiatt sem félek annyira tőle. Szövegértés az gyakorlás, tehát keressetek rá ugyanúgy az oktatási hivatal honlapján korábbi magyar érettségikre, és gyakoroljatok, tehát a szövegértés igazából szerintem leginkább józan parasztész kell hozzá, nem kell nagyon háttértudás. Az elemzésekhez sem annyira igazából, ott is csak azt kell tudni, hogy mik azok a pontok, amik számítanak, hogy mit kell beleírni egy ilyen elemzésbe, és ennyi. Tehát gyakorlás és átnézni ezeket a pontokat. A választott nyelv nekem angol, és
Hát igen, erre sem nagyon készülök, ugyanis már megvan egy középszintű angol nyelvvizsgám, nem, érettségim. Plusz még van egy felsőfokú nyelvvizsgám is, tehát pontszámokból kb. Ugyanott tartok, úgyhogy annyira nem veszem komolyan most ezt az angolt. Emelkezik én egyébként angolból, és már csináltam elég sok emelt érettségit is, így próbálnak. Úgyhogy annyira attól nem félek. Ami tanácsot tudok adni, az az, hogy ha rossz a nyelvtanáratok, akkor keressetek egy külön nyelvtanárt, mert nekem is volt külön nyelvtanárom, és imádtam, úgyhogy szerintem nagyon hasznos. Valamint szintén ugyanúgy oktatási irodal honlapján korábbi érettségik megoldása, hallgatás főleg, azt külön érdemes gyakorolni. És egyébként, ami még a nyelvben segít, az az, hogyha olyan sorozatokat vagy filmeket néztek, ami az adott nyelven van, akár felirattal, akár felirat nélkül. Nekem a nyelvtudásom nagy része az sorozatokból és filmekből származik. És ezen kívül még van ugyebár egy választott tantárgy, ez nekem a hittan, mert a suliban tanítanak hittant, és ez a legkönnyebb érettségi, nincsen belőle írásbeli és csak szóbeli. Ott meg kell tanulni majd a tételeket is, ennyi. Sajnos ennél több tanácsot nem tudok adni az ötödik érettségihez. Szerintem ennyi, amiről szerettem volna beszélni továbbtanulással és érettségivel kapcsolatban. Remélem, hogy hasznos volt a videó és hogy tetszett nektek. Amit tudok ígérni, az az, hogy amint vége az érettségiknek, visszatérek rendesen a videózásba, és nem csak ilyen beszélgetős videók lesznek, hanem már rengeteg ötletem van, sőt, Linával nagyon sok ötletünk van, amit szeretnénk megvalósítani, amihez viszont sok idő és energia kell, de már nagyon-nagyon várjuk, és reméljük, hogy nektek is tetszeni fog, mert igyekszünk egy kicsit kreatívabbak lenni, és egy kicsit jobbak lenni, mint mindig. Szóval ez várható majd májustól, legalábbis május második felétől, úgyhogy aki esetleg most érettségizik egy hét múlva, annak nagyon-nagyon szurkolok, és nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, aki pedig jövőre, annak pedig hajrá a felkészüléssel és az irányválasztással, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!